Madrid időt kaptak, tehát újraindul a 24. És Ware lép föl rabdáért. Zóna védekezésre váltott a Dombovár, talán jobban megzavarhatóak a centereik. Azonban ugye így kicsit jobban átjátszható a három pontos vonalról a csapat. Remélem ez nem fog megtörténni. Szőke, Ben, Dill várja támadóiba. Kettőből egyszer megadták a játékvezetők, úgy gondolom egyáltalán nem okozott ez meglepetést. 30-34, 5 perc, 15 másodperc, nem sikerül átvenni a vezetést. Törlést kér a játékvezető, de kitől? Nincs ember, aki megtenni, és van-e vajon bot, amivel megteheti? Bot van, és ember is akad most már. Közben csere. Adams érkezik. Tőle még hiányolom nagyon a pontokat, és gondolom nem vagyok vele egyedül. Eddig pont nélkül áll. Tehát Deák és Adams elől a zónában, Clark középen, Dilla a bal, Legrange pedig a jobb oldalon. Kutasi, D'Agostino, vissza Kutasinak. Dill, Ware kapja benn középen, aztán ki Kovácsnak, Kovács tovább játszik D'Agostinónak, D'Agostino beviszi, és kihagyja. Dilli a lepattanó, jól működött ezúttal a zóna a hazai részről. Belül az 5 percen, Legrange Kutasi mellett, Legrange elhagyja majdnem a labdát, aztán utoléri. Marad a 4 pontos különbség, Dill. Csak ijesztegeti Adams-et, aztán másodikra oda pöttyinti neki. Adams vissza Dillnek, üres tripla helyzet, Dill el is vállalja, ki is marad. És Kovács szabálytalankodik a lepattanó megszerzése közben, illetve hát Kovács nem is próbált lepattanót szerezni, egyszerűen csak megpróbálta elzárni Clarkot, amit szabálytalannak ítélt meg a játékvezető Tóth Kálmán. Dill újraindul természetesen a támadóidő. Dill elviszi az üres helyre, légüres térbe, 30-34, 4 és fél perc van még vissza, Adams Clarkhoz, Clark pedig beviszi, bezsákolja, úgy van. 2 pont, édes Istenem, vegyük már át a vezetést. 32-34, 4 perc, 12 másodperc, D'Agostino. Még mindig zóna, Kovács, D'Agostino. Kutasi, ajjajjajjaj. Jól van, nincs bent. Kovács megint kicsit szabálytalanul próbált lepattanót szerezni, ez az úttal azonban nem volt annyira látványos. 32-34, D'Agostino. D'Agostino. Kutasi, Dell, befordul Dill mellett, Adams pedig megszerzi a labdát, Kovács pedig fautol. Jön még egyenlő az állás, és hát innentől kezdve úgy gondolom, nem volna szabad, hogy a Debrecen ezen a mérkőzésen még vezessen. Na nézzük, Deák és Adams elő, D'Agostino. D'Agostino kapja vissza, Adamsnek rossz volt a kiugrása, D'Agostino, Kutasi, tovább le a sarokba, Maxwell, odaér azonban Clark. Maxwell. Kutasi, Kutasi, 4 másodperc, 3, Adams elveszi a labdát, és itt van egy gyönyörű szép zsák, ojjajjaj, a labda majdnem kijött a hálóból, ilyet ritkán látni. 36-34-re a Planet Leasing Dombovár KC a mérkőzés 16. percében átveszi a vezetést. D'Agostino tripla, rövid, megvan a lepattanó, és jól van, innen már nem szabad, hogy elmenjen a meccs. Clark, jó, megvan, jól van. Jól van, nem kell ennyire sietni. 36-34, hazai vezetés. Legrange. Clark kérnében, aztán Dill kapja, teljesen üresen tripla, bent van. 5 pontos hazai vezetés. Hát fiú, miért kellett erre 17 percet várni? Hát jó van, megnyugodtam. Itt van a szanaxot, előkészítettem, de megmondom őszintén, örülök, hogy nem kellett bevennem. 39-34. Maxwell pedig kidadog a kezéből a labda, és Clark megszerzi. Aztán a labdával együtt fölsegíti Maxwellt, és csere lesz. Lejön majd Maxwell, aki tulajdonképpen megtartott. ...44-40-re közben a másik mérkőzésen a Nyíregyháza vezet a Zalaegerszeg ellen, ami különösen fontos lehet, hiszen ha a Zalaegerszeg ma kikap, akkor a Dombovár... nem jó a kosár, jó van. Akkor a Dombovár nagy valószínűséggel hozza a két visszalévő meccset, már pedig azért papíron kéne hozni, akkor negyedik helyről kezdheti a rájátszást, ami azt jelenti, hogy az első mérkőzést hazai pályáról indíthatja a
Tolnai csapat, egy tripla kísérlet, de bent van ez is, 42-34, hát jól van. Hát jól van. Nagyon-nagyon jól van. Jól ül a védekezés, a zóna védekezés, és most már a triplák is mennek. Kutasi, keresztbejátszás, D'Agostino nem kerül helyzetbe. Vissza, Kutasi, Kutasit ne csapdázzák. Aztán le a sarokba, Tóth egy tripla, bent van. Azért ők is tudnak hármas dobni. Dill vissza Legrange-nak. Tehát nagyon fontos volna itt majd győzni, és majd szombaton Kaposvár, és Kaposváron úgy volna szép győzni, hogy mint egy 6-800 dombóvári előtt. Nyilvánvalóan nagyon sokan fogják elkísérni a csapatot. Dill kap egy paszt, Deák nem passzolni akart, Clark pedig nem dobja be. De büntetővel jöhet majd. Ivory Clark tetője bent van, másik kimarad. Tóthi a lepattanó, 43-37, 6 pontos vezetés, 1-17, Kutasi. Emberfogás most már a hazaiaknál. Kutasi, Deák próbálja őrizni, Kutasit lecsapdázzák, el is adja a labdát, Legrange, Pólt visszaszerzi. Ver pedig ott marad a palánk alatt, és hatalmas blokkot oszt ki neki. Támadó hiba? Így van. Fodor pedig reklamál, Árpogy Péter, hogy a kosár jó, hát a kosár sem jó. Hatalmasat védekezett most, megint csak a dombóvári szurkolók által csak az év védőjátékosának nevezett Clark. Hát bizony nem áll messze ettől a titulustól ez a hatos számmal játszó fiatalember, akinek Ivory a keresztneve, ugye az fordításban, magyarra fordításban nem tökéletes az angolon, de ennyire bírom ezt a nyelvet, azt jelenti, hogy elefánt csont, hát bizony a keménysége olykor azzal vetekszik védekezésben. Az egyik legjobban védekező játékos, Adams megoldja. 45-37, az egyik legjobban védekező játékos, akit valaha láttam magyar pályán játszani. De mondjuk azért Adams is felzárkozhat mellé, ő labdaszerzésben nagyon-nagyon otthon van. Na nézzük, D'Agostino. Maxwell, D'Agostino, 27 másodperc még vissza. D'Agostino megint zóna a dombóváriakról, váltogatják a védekezést a hazaiak. Maxwell beviszi, fölteszi, bent van. 18 másodperc, 45-39, 6 pont, végig ki kell támadni. Végén pedig el kell dobni, be kell dobni egy triplát. Deák doktornak a sarokban mondjuk. 6, 5, Adams elindul befelé, Adams. Megoldja egyedül, kimarad a dobás. Kétszer 10 perc játék után, Planet Leasing Dombóvár KC,